A zebrán a biztonságos áthaladást segítik a fényjelzések és a hangjelzések is. A látássérültek azonban sokszor tapasztalják, hogy este már nincsen ilyen hangjelzés. Szerencsére erre is van most már Nyíregyházán megoldás. Na, hogy pontosan mi is ez a megoldás, ezt a Vakok és Gyengénlátók Vármegyei Szövetségének az elnöke, Nemes Nagy Tünde fogja nekünk elmesélni. Nyíregyházán milyen zebráknál tudjátok használni ezt az eszközt, és pontosan hogyan működik? Nyíregyháza a belvárosában most már 2 közlekedési csomópontban távirányítással működnek a lámpák. Ennek az a lényege, hogy csak akkor adnak ki zöld időben hangjelzést, hogyha egy látásérült arra jár, tehát ezen a gyalogátkelőn szeretne átmenni, kezében egy távirányító készülékkel aktiválja a lámpát. Szabad jelzést kaptak, átkelhetnek a Rákóczi utcán. Ha a látássérült 2 hétig nem jár arra, akkor a zöld időben nincsenek hangjelzések a lámpán, tehát így a lakókörnyezetet nem zavarja, viszont a látássérültnek biztonságos átkelést biztosít. Mennyire kell közel kerülni egyébként már a zebrához, hogy tudja, hogy működjön ez az eszköz? Ezzel a távirányító készülékkel Magyarországon több nagyvárosban, Budapesten, Szegeden, Székesfehérváron és most már Nyíregyházán is át lehet kelni. Kicsit közelebb kell menni, hiszen amikor aktiváljuk, akkor ad egy tájoló hangot, és ennek következtében, majd zöld időben azt is elmondja, hogy milyen a haladási irány, honnan, hová tudunk átkelni. Mennyire nehéz egyébként a látássérülteknek ilyen segítség nélkül közlekedni, mennyire tudnak segíteni akár a taktilis jelek a zebráknál? Nagyon fontos, hogy a zebrákat megelőzően taktilis burkolati jelek kerüljenek kialakításra, előttük pedig veszélyjelzők, tehát figyelmeztessék a látássérülteket arra, hogy valami eltérő dolog, valami más fog következni. Ennek a kiépítése Nyíregyházán még folyamatban van. Ezt az eszközt, amivel tulajdonképpen a lámpákat aktiváljuk, ezt az általam képviselt Vakok és Gyengéllátók Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyesülete az egyesület tagjai részére díjmentesen biztosítja. Akinek esetleg nincsen ilyen készüléke, és látunk valakit akár fehér bottal közlekedni, hogyan lehet neki segíteni, mondjuk akár egy zebrán való átkelésnél? Mindenféleképpen arra az oldalára kell állni, amelyikben nem a fehér botot tartja, meg kell őt szólítani, meg kell érinteni finoman, és meg kell kérdezni, hogy tudunk-e neki segíteni. Ha azt mondja, hogy köszönöm, nem, akkor nem kell erőszakosnak lenni, mert akkor valószínű tudja, hiszen minden nap arra jár. De hogyha azt mondja, hogy nagyon jó, örülök, végre jött valaki, akkor a karunkat kell nyújtani, engedjük, hogy a látássérült belénk karoljon, és együtt tudunk áthaladni egyik oldalról a másikra. Nemes Nagy Tündének köszönjük szépen az információkat, ahogy pedig hallottuk, ha valaki szeretne ilyen eszközt, az keresse fel a Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesületét, ők majd segítenek ennek a beszerzésében.